Federico Lombardi, a Szentszék szóvivője sajtótájékoztatón ismertette Ferenc pápa dél-koreai útjának központi elemeit. Ezek az ázsiai ifjúsági találkozó, a helyi egyház tagjaival való találkozás, a 124 vértanú boldoggá avatása, valamint Észak- és Dél-Korea kiengesztelődésének és békéjének előmozdítása. Az utóbbival kapcsolatban elhangzott kérdésre a Dél-Koreai Szervezőbizottságtól kapott információk alapján a szóvivő azt válaszolta, az észak-koreai meghívottak nemleges választ adtak az invitálásra, az augusztus 18-ai, a két Korea békéjéért és kiengesztelődéséért felajánlott szentmisén. A szentszéki szóvivő cáfolta, hogy megkezdték volna egy japáni apostoli látogatás szervezését. Ferenc pápa jelenlegi programjában a következő utazások szerepelnek: Tirana, Sri Lanka és a Fülöp-szigetek. Pillanatnyilag nincs kilátásban egyéb nemzetközi pápai út, mondta Lombardi.